Itt vagyunk. Vagy nem tudom, jól elhelyezni a webkamerát. A múltkor, amikor a főzős videót csináltam, akkor levettem az állványról, felraktam a monitor tetejére, utána az állvány visszakerült, és nem tudom, itt került rá egy mont, egy telefonmont, amit leveszek, akkor nem tudom, hogy hogy volt feltéve eredetileg, és most nekem tök olyan, mintha most sokkal feljebb lenne ez a webkamera, mint amúgy szokott lenni. Na jó, kiválasztottam, bazd meg a zöld izét, a zöld háttérhez a Juzi teját. A pulóver is egy kicsit azért lukassza a green screen, mi látom. De hát na, nem baj, nem számít. Most úgyis csak egy olyan tudsz, amit csak tagok láthatnak. Azért nem is tulajdonítok neki különösebben nagy jelentőséget, úgyhogy csak elindítom az OBS-t, aztán felveszem, mert szeretném megosztani, hogy mik a tapasztalataim a vépeléssel, ahogy ezt a háttér is mutatja. Azért jó ez a zöld háttér, most független attól, hogy most ez nem annyira nyilvános videó, hanem csak tagoknak szól, vagy valami. Azért jó ez a zöld háttér, mert nem látjátok, hogy milyen kupleráj van a házban. Most szabadságon vagyok, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, úgyhogy 4 napot pihizek, és akkor hát most remélem, hogy lesz időm videót csinálni, még akarok egy nyilvános videót is csinálni, szombat, vasárnap talán elég lesz rá. Láttam egy érdekes témát, Nagy Gergő, az egyik meghívott illusztris vendég volt a Magyar Király TV-ben, egy ilyen abortusz, eutanázia témában, úgyhogy meg még volt mellette 2 ilyen vallásos filozófus, és ezt azért egy kicsit szeretném így végigreaktolni, annak ellenére, hogy én már végignéztem ezt a videót, de azért szerintem kijön bele valami jó téma. Na mindegy, kicsit behajtom az ablakot, most a cica kint van, de az ajtó nincs nyitva, csak az ablak. Ha akar valamit, akkor itt kell, hogy bejöjjön. Ja. Úgyhogy, tehát akkor menjünk túl ezen az éven, amikor is én abba hagytam az analóg cigarettázást, hagyományost, és megvettem ezt az első dreget, a Vuput, Vupu Drag X. Ez ennek a cuccnak a neve, biztosan sokan ismerik. Hát ez egy elérhető áru, középkategóriás kis készülék. Én nagyon szeretem, mert ennek van akkora tankja, hogy nem kell olyan gyakran tölteni naponta, és 4,5 millis. És gyakorlatilag annyira nem nagy, mint ezek a kételemes, meg multielemes cuccok, hogy utána még ahhoz még külön kell varassál magadnak egy zsebet, érted? Tehát, hogy előveszed, elrakod, ez nekem nagyon jó. Nekem annyira megtetszett ez a dolog, hogy én 2-szer vettem meg, mert az első az beszart, bedöglött. Nem tudom, hogy most amiatt, hogy én kevertem-e szarlikvideket, biztos az is benne volt, vagy nem tudom, szerintem azért nem volt annyira használva, amikor én ezt megvettem. Annak ellenére összefoglalva, én már a másodikat, Vupumat fogyasztom, és hát összegezve, hogy ez ott az egy év alatt, én körülbelül vagy 3-szor kerültem olyan helyzetbe, hogy rá kellett gyújt csak analóg cigarettára, az is csak azért, mert az előző készülék ugye, amikor már haldoklott, akkor teljesen megbízhatatlan volt. Én azt hittem először, hogy aksi problémái vannak, mert ott bekapcsoltam, szívtam egyet, szívtam kettőt, kialudt, újra bekapcsoltam a zsebzárat, belszívtam kettőt, megint kialudt, tehát így kezdődött az egész. Aztán ugye elfolytatódott azzal, hogy én megpróbáltam itt a, ugye, hogy kicsit mindig folyik a likvid, itt szépen pucolgatni, aztán mondom, lehet, hogy az akkumulátor kontakt hibás, és akkor kivettem az akkumulátorokat, azokat is megpucoltam, mondom, lehet, hogy likvid folyt a belsejébe, vagy nem. Megpróbálkoztam minden, a végén még vettem oldószert is, méghozzá ezt a purhab tisztítót, azért, mert ez egy acetonos oldószer, tehát
Úgyhogy szépen megsikáltam vele az elektromos érintkezőket, hát azzal, úgyhogy ebben vége volt a izének, vége volt az első dregemnek, aminek itt van a mai napig a doboza, ezt így kaptam, így vettem. Itt van az első dreg. El van téve vésztartaléknak, valamire majd csak jó lesz. Hát amennyire látszik, nincs benne izé, egyébként orlasztó. Teljesen ki van szárva. Jó illata van egyébként még mindig, és nagyon szerettem ezt a cuccot. És azért volt az, hogy amikor ez végképp megadta, hát egy kicsit lekopott a bőrborításról, azért itt látszik, hogy ilyen kicsit ilyen kicsis fókuszálni nem tudok, de a bőr egy kicsit megadta magát, úgyhogy én mondom, én csak ilyet keresek a továbbiakban is, úgyhogy ez nekem egy fél évig húzta. Közben ugye kitanultam a liquid keverésnek a szabályait, és ugye a második vupum, ugye, amit megvettem, az már ez volt egy továbbfejlesztett változat. Annyira talán így nem szembetűnő a különbség, egy kicsit más lett a design. Egyébként minden tekintetben ugyanaz. Amúgy ez is egy kurva nagy hazugság, hogy ugye rá kell írni ezekre a dolgokra, hogy figyelem, ez a termék nikotin tartalmaz, és a nikotin az egy függőséget okozó szer, kemikália. Mert ugye eleve, tehát ez olyan, mint hogyha azt mondanál egy autóra, hogy figyelem, ez veszélyes, mert robbanásveszélyes benzin tartalmaz, holott az autó alapvetően nem tartalmaz, az csak kellék ahhoz, hogy menjen. Tehát itt is ugye nagyon sok ilyen vita van róla, meg minden. Dohánytermékneknek számít-e, vagy sem? Végül is, ha nikotinmentes likvidet keversz, akkor nem számítasz nikotinistának, és általában az összes kézgyári likvid, amit például a magyar forgalomba engednek, azok, és amit a dohányboltban legalább megvehetsz, az mind nikotinmentes. Tehát, hogyha például megveszel egy ilyen, hát mondjuk ezt éppen nem, mert ezt nem a dohányba veszed, meg ezeket sem, ami most van, ezeket mind a webben vettem, de hasonlók ezek a, ez nem látszik, ez a mentolos ilyen zöld, most kirohasztja a Blue Box. De egyébként, ha megveszed ezeket a típusú short filleket, akkor ezek alapból nikotinmentesek, ugye 50 millis a, illetve 60 millis a flakon, 50 van belőle feltöltve, és ugye, mint látszik a feliraton is, tehát ez 0%, tehát nulla neki a nikotintartalma, egyébként ez nagyon szar volt, ez a 80 VG, 20 PG. Tehát 80% növényi glicerin és 20% propilinglikol. Kurvára nevet, nincs neki gőze. Meghalsz tőle, szívod, és nem gőzöl. Tehát ezt mondják ízbajnoknak, de nekem a legjobban, és amit a magyar forgalomban lehet kapni, az mind ilyen ízbajnok, nem pedig a füstbajnok. Ilyen 70-30-asok az íz kedvéért, és nekem ami a legjobban bejött, az az 50x50-es likvid, amiből én már a második fél literemet fogyasztom. Az első időben, mikor ugye abba hagytam a cigarettázást, akkor és kipróbáltam ezt a likvidet, nekem nagyon hiányzott a nikotin, tehát én először fogtam, és akkor én megvettem a 18-as kiszerelésű likvidet, és azt szívtam. Hát ma már elképzelni nem tudom, hogy tudtam azt elszívni egyébként, mert így fokozatosan higítottam, tettem bele még izét, aztán már vettem a short filleket, azzal is kevertem, tudod, egyik flakonból egy kicsit, másik flakonból, hogy ne legyen már annyira kaparol, tudod, hogy nem is érzel semmit, csak az, hogy kirágja a torkodat. Úgyhogy amikor elfogyott az első liter likvid nagy kínszenvedésre, akkor már én a második fél litert azt már úgy vettem, hogy az csak hatos legyen. Úgyhogy nekem ez a hatos, ami úgy hosszabb távon bevált, annyi, hogy időnként még kell belevegyek kazánt, ugye ezt így lehet kapni, Vape Store-ból szoktam vásárolni, Vupu PNP kazán, ebbe talán még van egy, nem tudom, van még egy originál,
Sőt, még van két originál kazánom, és ami nagyon jó dolog, hogy a kazán az sokáig kitart nálam. Tehát én nem cserélem havonta a kazánt, hanem tényleg akkor, mikor érzem, hogy kezd így elégni, meg minden. Egyszer volt egy olyan kazánom, ami megbolondult ezektől a 70-30-as, meg 80-20-as likvidektől, és rohadtul, ugye az ízbajnok likvid, az rohadtul kihozza azt, hogyha a régi a porlasztó, és megette a porlasztót gyakorlatilag. És nem jött gőz belőle, tehát nem tudtam kitalálni, hogy a francba, meg ugye én a MTL formációt részesítem előnybe, az MTL az azt jelenti, hogy a szájból a tüdőbe a hagyományos dohányzás, először a szádba veszed, szívsz egy slukkot, és ott lekapod, leslukkolod, valahogy így. Ez az MTL, ez kevesebb gőzzel jár, és nem kapar annyira. Aztán van a DL formáció, a direct lung, tehát direktben a tüdőbe, azaz, mikor egyszerűen kinyitja az ember a szelepet rajta, és hagyja a levegőt átáramlani, és már nem tartogatjuk a szánkba, hanem mondjuk, mint egy búvárpipán át, ezen veszünk lélegzetet, valahogy így. Ez a DL, sokan ezt részesítik előnyben, nem tudom, hosszú távon nekem, mikor elkezdtem DL-ezni, hogy jó gőzös legyen, főleg mikor mondom, nem akart belőle gőz jönni, akkor kinyitottam, és akkor DL-eztem, akkor se jött belőle gőz, viszont rám jött egy olyan köhögő roham tőle, hogy vettem normális likvidet, elkezdem újra keverni, és akkor én bezárom a szelepet, és MTL-ezek továbbra is, úgyhogy maradtam az MTL használatánál, rájöttem, bedöglött az a kazán, a szar volt. Kihajítottam, kicseréltem benne a kazánt, egyből jött a gőz. Úgyhogy a hiba forrásokat így leszűkítettem nagy nehezen. Szépen végigmentem ezeken a dolgokon. Egy év azért egy elég jó idő azért, hogy beletanuljál. És vettem én dohányboltba kergettem, a kedvenc ízem ugye nekem is a citrusos, de a kaktuszos citrusos keveréket is szeretem. Nagyon. Ennek ellenére, hogy kipróbáltam a Hörbi mondta ezt a emlegeti Andon a Heisenberget. Hát én így vettem ízébe, kész shortfillbe. Meg a Pinkment is kipróbáltam. Először azért annyira nem jött be, de végül meg elszívtam, és rájöttem, hogy azért ez nem áll annyira távol tőlem, tehát még ezeket azért el tudom szívni, a Heisenberget is, meg a Pinkmant is. Viszont amiről teljesen leszoktam, az a pancsolás, hogy fecskendőzzek, és itt volt sokáig és mivel shortfilleket vettem, itt maradt sokáig a liquid, és megszoktam, hogy ahhoz veszek egy 18-as nikotinboostot, trotty, belenyomom, felrázom, és akkor szívhatom. Csak mondom, ez nekem nem adta meg a kellő gőzt, nem adta meg az élményt, és mondom, ette megfele a porlasztót, meg minden. Ja, és orrán száján folyt ugye a likvid. Tehát, hogyha ha ettől az 50-50%-tól eltértem, és mondjuk elmentem ebbe a ízbajnok irányba, akkor nem tudtam olyan likvidet keverni, hogy itt az apró rések, itt állandóan ne szivárogjon, ne folyjon, itt végig állandóan folyt a kezemben a likvid, tiszta ragacs volt a zsebem, az összes ruhám tiszta foltos volt tőle, és rájöttem, hogy ez is azért van, mert nem 50-50-es. Tehát az 50-50-es likvid, de az a helyzet, hogy az pont úgy van kikísérletezve, az nem szivárog, tehát nem folyik szét a cigiből, pontosan megfelelő mennyiségben adagolja az ízt és a gőzt, és kész. Úgyhogy most 50-50-es alaplevem van. Ennek is már a végére járok. Én mindent a Vaping Underground-on szoktam beszerezni, amióta ezt nekem megmondták, hogy van egy ilyen oldal azóta. Ez.
Ez egy PG-VG 50-50, 6 mg-os. És ennyi van belőle, mert már most az utóbbi időkben pici kéket szereztem be. Jungle Hit, egyik kedvencem. Ezt se látjátok, ez is zöld. Green screen effect. De ez valami eszméletlen citrom. Mi a faszom ez? Sparkling Lemonade. Gyöngyöző limonádé. Ez kurva jó volt. Másik meg, amit már szerintem elhasználtam. Valaki fiúba meg kell lenni. Hát vettem ilyen DIY, erre azt mondta, hogy nem tudom, erre is azt mondta, hogy limonádé, aztán nem olyan. Ne, volt annak sárga dinnyétől kezdve mindenféle íze, csak éppen limonádé nem. Itt vannak, amiket fogyasztottam. Selfie, short fill. Ez a kékes zöld, amit most én nem láttok. Itt van, tessék, a Jesse Pinkman, ugye ez is 0%-os volt, ez is egy, de ez is 80-20-as. Hát, nincs gőze neki. Íze van. Igen. Akkor még egy mentolos, ezeket a full mentolos cuccokat, ezeket nagyon kedvelem. És itt volt még, ez kevésbé zöld, de ez is azért nagyon zöld. Ez is selfie, ez egy remix, azt mondja lime, mint limonádé. Ez is 70-30-as. Ez se jött be. Tehát úgy mondom, hogy állagra, halmazállapotra, ezek 70-30, 80-20, ilyet nem. Ilyet vettem a hivatalos magyar dohányboltba, erre az volt rá, hogy ilyen mangó, meg déli gyümölcs, meg minden. Hát elmondanám, hogy ennek mindenféle íze van, csak éppen az nem volt. Nem volt éppen ilyen tropical ice, ja, és csipet mentol. Azon lepődtem meg nagyon, ugye, hogy én azt hittem, hogy ez izé, hogy ez is ilyen, tudod, eddig van töltve, és akkor nikotin bele, csak ez is 60 millis a flaska, de csak 40 milliliter folyadék van. És azért ugyanannyira adják, ha nem drágábban, mint ugye a webben az 50-es töltésűeket. Úgyhogy mik vannak még itt? Hát már csak ugye a utántöltő, amit vettem. Ugye az apró fiolák, amiket már nem használok, amiben kicsibe kevertem a likvidet. Már nem keverek kicsibe likvidet, csak ilyen. Ebbe a típusúba, mert ezt berakom a táskába, és akkor tartam, eddig tart. És általában kettőt szoktam a táskába magammal hordani, munkába, vagy bárhova megyek, mert keverem az ízeket, mit tudom én, megunom, akkor vegyítem, és sosincs olyan, hogy leszívom, teljesen leürítem, hanem, mit tudom én, cserélem az ízt, és akkor fokozatosan majd kikopik belőle. Persze bekísérleteztem ilyenekkel is, hogy ez is selfie, mint látjátok, szép bugyi rózsaszín, ez rágógumi ízű, és hát itt láthatjátok, hogy ez mikor bekevertem, ez színtelen volt. És annyit érlelődött, annyit állt már itt a polcon, hogy teljesen piros lett. Elképesztő ez a rágógumi szag íz. Kipróbálásra vettem. Fú, nagyon penetráns. Ezt már csak úgy tudnám elszívni, szerintem, ha ezt csordultig felönteném izével, alaplével, és akkor úgy talán elviselhető lenne, de már nem. Tehát ezt a rágógumit egyszer kipróbálásra jó volt. És amiket még vettem a legutóbbi időben, de kár, hogy most green screen mellett töltöttem, Big Mouth aroma, Lemon Tree, ugye citromfa, ez ilyen tököm tudja milyen kiszerelésben van. Hát figyelj, adnak hozzá egy szabványos 10 millis likvidet, és adnak hozzá, baszki, egy olyan keverő cuccot, ez a Big Mouth, hogy ennek orrán száján folyik a likvid. Tehát ebből nem tudsz cigarettát tölteni,
mert ennek olyan csőre van, zavaros vagy lehúzós. Aha. Olyan csőre van, nem tudok fókuszálni, nem látjátok, de ez mindenhol szelel. Ezt lefordítod, és ömlik ki belőle a folyadék, tehát ezt Big Mouth hiába adja ajándékba, ez egy kalap szart nem ér. Ilyet ne vegyetek, ráadásul ennek mindenhez van köze, csak a citromhoz nem. Hát, van benne citromillat, de folyadék van még benne, vagy már? Még lehet. Sötét kék ez a geci. Nem látni át az üveg. Ó, ez még félig van. Akkor az elbaszott likvidembe fogok tenni, mert múltkor sikerült ezt megcsinálnom. Körbinek már mondtam, hogy fogtam egy ilyen jungle hitet, ugye, ami nikotinmentes, és hát szépen felöntöttem ugye a hatos alaplével, ugye, ez egy aroma volt, hatossal felöntöttem, és mivel elfelejtettem, hogy az alaplevem nikotinos, még belenyomtam egy nikotin boostot is, egy nikotin shotot, le tud meg, és kevertem olyan kurva kibaszott geci erős folyadékot, hogy majd meghaltam tőle. Úgyhogy most ez nekem nagyon jól jön, hogy ez itten még félig van, mert egyébként a másik citromos már ott. Hát úgy tudom elhasználni, hogy mondom, fogyasztok egy kicsit, mindig keverem valamivel, és akkor majd, mikor félig lesz, akkor még öntök bele még 5 milli aromát, és akkor még öntök bele egy kis alaplevet, és akkor szépen itt nincs egy papír zsebkendő, csak ilyen taknyos, jó lesz. És akkor szépen visszanyeri az eredeti erősségét. Na, lássuk. Tudom. Ezt miért nem tudják megoldani egyébként, hogy ez ne essen le minden töltésnél, tehát hogy ez ennek ilyen ötyögni. Ezt most megtöltjük aromával. Utána meg felöntöm még alaplével, és megint lesz bele itt a 25 körüli 30 milliliterből most lesz nekem most. 60-as. És az jó citromos lesz most. Még belőle? Á, már csak csöpörök. Egyébként sokat nem szoktam vele variálni, kiszedem a kupakot, kiszedem a közepét, azt így belöntöm a likvidet egy ilyen kis csészébe, tettem egy kávés pohárba, amivel egy fecskendővel jól fel tudom szívni. Belebúztolom. Jó. Ezt kidobom. Hát elteszem emlékbe. Ez volt a Big Mouth-nak a lemon tree-je. Mondom, aminek a keverője az egy nagy kalapszar. És a másik, amit még nem vettem. Na figyelj, akkor most én töltök itt egyet magamnak, ezt felbusztolom. Nem érdekel, hány perces lesz a videó, mert úgyis ritkán van vlog, meg ilyesmit úgyse lehet megosztani. Aki meg tag, az meg nézheti. És akkor fog egy ilyet. Kipattintom belőle a ezt. Így ne. Gyere már ki. Úgy van. Így ne. Lehet bele szivattyúzni a likvidet. Mert fecskendőm kifogyott, és most már izé van. Itt majd megvágom. Mert a likvidet meg kikén tölteni valamiben, hova tettem? Hát most már ebből nem tudom felszívni. Hogy igen? Csak hely nincs itt, mikor vlogolok. Na, szóval. Kávéscsésze. Ebből fel tudom szivattyúzni a likvidet. Ami nem kell, azt vissza injekciózom a kész. Kávéscsészét meg el lehet mosni. Szépen. Ja, és volt, megvettem először, ugye, mikor nikotint, vagy ízét kezdtem, likvidet kezdtem elkeverni, akkor hát megvettem tűket. Milyen tűket? Hát jó lesz az a vékony. Aha!
Nem megy át rajta a folyadék. Vért húgyozom, mire, mire sikerül. Én ne fogom. Ne menjem mellé. Kárba csak pocsékba. Ezt most szépen öntöm. Annyi, amennyi, amennyi fér bele. Így la. Azt így nem kell tű. Annyira töltöm fel, hogy tudjam rá. Még fél. Egy pici. A címketet. Né. Ez már nem kül. Félreteszem. Kupakat. Rápattintom. Egy né. A csőrikét belerakom. Ezt is jobb, hogyha pézsével megfogom, mert akkor így nem csuklik ki a kezemből. Egy ne. Van nekem egy ilyen jó megtöltött aromás, citromos. Ötven millis cuccom. És annyira nem érlelem, csak az, az a lényeg, hogy itt összekeveredjenek a... Látszik a green screen-emnek az alja, meg a... A fűtőtest. A szobai fűtőtest. A cica jól elkóborolt. Na, csak ez most azért, hogy szemléltetés véget. És akkor fogom a maradék likvidet meg visszaszivattyúzom. Erre is rájöttem, hogy azért nem kell itt kínlódni az üveggel. Hát hiszen a kávés csészét el lehet mosni. És akkor nem kellenek tűk se, meg ilyen szarok se. És ezen legalább átmegy a likvid. Persze már csak ez a pici fecskendőm van. 10 millis. Úgy csinált, mint a macska. Minden cseppje kincs. Kezünk felszínűből a mindent. Pár csepp ide vagy oda, az már nem. Így né. Ez. Nem kell neki túl nagy feneket keríteni, jövő hónapban úgy is veszek izét. Ezt elmossuk, vízbe megöblítem. Ez a likvid még nekem egy, még egy hónapig kitart, de már én vásárolni fogom a következőt. Hol a kupakja? Itt a kupakja. Megy vissza ide a polcra. És megvan nekem a... A likvidem. Az új likvidem. Vagy éppen csék. Most meg fogom illatolni. Ebbe augusz citromos nem volt. Ah, de kellemes. Na. Úgyhogy az a likvid, azzal még tudok tölteni, meg tudok tölteni egy ilyet. Meg még ez, nekem, fú, hát szerintem én a 4,5 millis tankot azt azért, azt elszívom egy nap, de úgy van itt egy számológép. Azt mondja, hogy mondjuk 60 osztva 4,5-tel 13 napra elég egy ilyen tőtet. De nem szívok 4,5 millit, meg 3-at, ott tovább. Úgyhogy ez még azért, ez még 13 nap. Itt a másik, amit szintén elbasztam, ugye, hát még majdnem csurig van, ezt még valahogy higítanom kell majd. Lehet, hogy szétöntöm egy másik izébe, fiolába, és akkor majd úgy öntök még hozzá likvidet, meg még ennek a fele aromája megvan,
az pedig MS, Sparkling Lemonade, akkor azt is verem. Most akkor lesz nekem 60 milli. Amíg 30 napra elég. És kész. Na, úgyhogy ilyen kalandok vannak, de ez most csak ugye az volt, hogy mik ezek a technikai dolgok, tehát hogy mikre kell odafigyelni, miket kell szopni az embernek. És sikerül ezekre a fortélyokra rájönni, hát van benne sok tanulópénz, az igaz, de még mindig nem annyi, mint amennyi a izében van, az analóg cigiben van. És mondom, hogy egy kényszerből rá kell egy gyújt csak egy izére, analóg cigire. Fú, bazd meg. Fú, de rossz volt. Büdös. Köhögök. Undorító. Tehát nem beszélve arról ugye, hogy a házat nem füstölhetem tele, hát hiszen nem barlangba élünk, éppen elég volt az nekem, hogy mi kicsik voltunk, az felnőttünk, hogy apám állandóan füstölt, mert akkoriban még nem volt olyan, hogy a házastársak megegyeznek abba, hogy a férfi kint cigizik az erkélyen, hát ilyen nem volt. Az apámnak a házában ilyen nem volt. Ő megmondta, hogy anyának, hogy félj, a ház fel az enyém, ettől eddig én úgy füstölök benne, hogy én akarok, de meg úgy szellőztetsz, hogy te akarsz, azt kész. Hát de a gyerekeknek át, meg a nem dohányzóknak át, nem. A másik dolog, ennek még mindig nem veszett el számomra az élvezeti értéke és a varázs. Tehát, hogy adja az ízt, adja a gőzt, és ez jó. Tehát ecigizni jó. Még analóg cigizni kényszer. Függőség, kényszer, drága. Minden innen ki van tiltva. És ezzel tudsz kummantani olyan helyeken is, ahon elvileg tilos a dohányzás. Próbáld ki. Bemész egy olyan zárt helyre, ahol izé van, füstérzékelő van, gyújtsára ezzel nyugodtan. Fújt bele a füstérzékelő, nem fogja érzékelni, mert füst nincs benne. Csak gőzpára. Az pedig nem érzékel a füstetektől. Most félig a citromos van benne, félig pedig a Heisenberg. Tehát mondom, ennek még mindig megvan az élvezeti faktora. A hátránya az, hogy nem lehet abba hagyni. Itton vagyok, szabadságon vagyok, nincs olyan, hogy dolgozni kell, akkor állandóan itt van, állandóan szívom. Pont ezért kell gyengébb likvid, mert túlszívod magad. Azt jó napot. Úgyhogy egy év után mondhatom azt, hogy már én nem vágyom vissza izére, analóg cigire, semmilyen tekintetben, viszont nikotinista vagyok, tehát a nikotinra szükségem van, de ezt nekem ebbe a formába a legjobban az e-cigi biztosította, úgy is visszaesik minden dohányos. Ezt meg kell tanulni, tehát aki egyszer dohányos volt és leszokott, azoknak 1%-a az, aki soha többé nem szokik vissza a cigarettára. És az én privát véleményem szerint, ha már úgy is visszaszokik, én is 13 évig megálltam, és nem dohányoztam, és a kíváncsiság benne van az emberbe. És ha úgy is már visszaszoksz, és van alternatíva, akkor kezd meg, szokd meg, tanuld meg az e-cigit, szoktasd hozzá magad, mert könnyebb erre átszokni, mint puff, egyik napra a másikra végleg abba hagyni a nikotint, és mindig ott van benned a sóvágás, hogy ugye hiába nikotint tapasztal, teleragaszgatod magadat nikotin mérgezésig, attól még ez a ez hiányozni fog, ez a szertartás. Úgyhogy ennyike. Mi van még itt, amit szintén Big Mouth Viva Mexico. Ebből nem tudom, hogy kevertem-e már. Ez szerintem egy ilyen kaktuszos íz.
amint látjátok, ennek is szép zöld dizájnja van. Valami zöld hátteret kellett volna berakni, és akkor az annyira nem lett volna égő. Mindig úgy se látja senki, csak ti itt a tagok. Ez is sötét izében van. Még ez is félig van. Ez is félig van. Ez. A kaktusz a citrommal, az valami kibebaszott betyár jó kombináció. És ugye ehhez is jár ez a semmire sem használható amit el kell dobni. Jó, de még jó tudni, hogy van még ennyi aromám. Az mi az, ami még ott van? Bazd meg! Be vagyok készletezve. Frozen grape. Ilyet is vettem. Jeges szőlő. Ilyet is vettem. Ehhez már nincs külön keverőtartály. És még ennek is megvan a fele, gyerekek. Hát milyen jó már videózni ilyen témáról. Oda se nézek, bazd meg, mennyi minden cuccom van még, az közben még van egy csomó. Az is jó volt ez a szőlő. Ez a frozen grape, ez is nagyon jó ízű egyébként. Ajánlani tudom Big Mouth-tól. Citrom, kaktusz, szőlő, ezek mind mentollal keverve, mert mentol mindenbe kell. Múltkor hát egyik kollégám, ők analóg cigit szívnak, mondta, hogy már nem lehet mentolos cigit kapni, és most már be van tiltva a mentolos. Mondom, vegyél egy ilyen izét, vegyél egy ilyen 10 millis mentolos, mit tudom, ezt a dupla mentol, vagy jeges mentol, az preparáld meg a cigarettáidnak a füsszőreit, hogy mondom, úgy cseppentsél egyed rá, így a filterre. Ott van benne a dobozba, pitt, a 20 szálat így végigcsepegteted, hagyod egy kicsit, hogy beleegye magát. Hogy megszáradjon. A filterbe. Az gyújtsál rá. Azt kész a mentolos cigi. Csepegtetheted tőlem a dohányra is, de szerintem ott, hogyha az elég, azért nem olyan intenzív, mintha átjönne, és a filternek a szivacsán lenne benne a mentol. Veszel egy ilyen, mit tudom én, 1200 forint egy ilyen 10 millis aroma, azt egy fél évig te egy-egy cseppet raksz belőle a izére, a cigére, azt kész van a mentolos cigi. Nem vagy tőle eltiltva. Hát majd megpróbálja, nem tudja, hogy milyen ötlet. Mondom, figyelj, most elbaszol néhány száz cigit. Ha mégse jön be, mégse működik, akkor most olyan nagy árat nem fizettél, értem, hogy most átveszem tőled ezt a aromát. Kész. Ha van még egy fél üveggel, kapsz egy 500-as, behozod azt, akkor majd én elszívom. Na, úgyhogy kb. Ennyi. Ennyit a ecigiről. Csupa jó tapasztalataim vannak vele, így már hogy a konklúzióra kiukadva. Nem szoktam manapság számolgatni, hogy mennyibe jön ki ez nekem. Az elején még számolgattam, a keverem kis tartályba, tehát ilyen likvid, olyan, hogy pancsolok vele. Valószínűleg már többe kerülnek ezek a kész likvidek, de most megint visszatérek egy fél év után arra, hogy ezekben a nagy tartályokban vannak ezek a 60 millis lötyök. Megveszem szépen az 50x50-es végémet, 6-os erősségű nikotinna, és akkor így, ahogy láttátok, pohárból egy fecskendővel összeséken, kész, megvan oldva. Tehát egy ilyen 10 millissel kettő darab ilyen 50 millis meg lehet tölteni, mert 5 milli, 5 milli, ugye? Egy a 10-hez kevered, és kész. És nem kell bele semmi más. Na, jó van. Ha végszónak semmi. Nem mondom, hogy iratkozzatok fel, mert már fenn vagytok, meg taguk vagytok, de és nem szeretnék senkit se arra biztatni, hogy aki nem dohányzott, az szokjon rá, de az, aki dohányzik, és valamilyen tisztább környezet
tehát kevésbé szennyező, környezetkímélő, egészséget kevésbé károsító, gyomorsavat kevésbé basztató dologra próbál meg váltani, akkor ez egy szerintem egy kurva jó opció lehet. Nem tudok jobbat a mai világban elképzelni. Nikotin tapaszt meg, nikotin rágó meg, leszokásos. Olyan, mint a kutya vacsorája. Ígéret. Na, sziasztok!